nagyon agresszívan viselkedett az adott oktatási-nevelési intézményben. A különösen agresszív vagy önmagukat fizikailag megsértő gyerekek esetében mindenképpen szükség lenne gyermekpszichiáterre. Ezt mondja a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ vezetője. Az itt dolgozók napi szinten találkoznak ilyen esetekkel, csak hogy mivel Tolna megyében összesen egy gyermekpszichiáter van, akár hónapokat is kell várniuk, mire egy-egy fiatalt orvoshoz tudnak juttatni. Vagy még rosszabb esetben akár több száz kilométerre tudnak csak neki időpontot foglalni. Súlyos hiányosságok vannak a rendszerben, és az egyik pont, tehát az ellátórendszerben, és az egyik pont az, hogy hát gyermekpszichiátriai ellátás nincs itt Tolna megyébe. Ugye maga egy gyermekpszichiáter van, de hogyha gyermekpszichiátriai osztályt nézünk, akkor ugye az nincs, hogyha bármi kivizsgálásra van szüksége egy Tolna megyei gyermeknek, akkor az a szegedi, vagy pedig a pécsi klinikára tud bekerülni. A gyermekpszichiáterek hiánya nem csak Tolna megyére jellemző, hiány van belőlük az ország minden részén. A legnagyobb gondok Tolna mellett Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmárbereg, Heves és Komárom-Esztergom megyékben vannak. A Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke szerint azért van ilyen kevés, kifejezetten gyerekeket kezelő szakember, mert a kórházak egyszerűen nincsenek felkészülve arra, hogy az egyetemről kijövő gyerekpszichiátereket foglalkoztatni tudják. Pontos lenne a rezidens helyek számának a növelése, hogy több fiatal tudja választani szakmájának, aki szeretné a gyerekpszichiátriát. A következő lépés pedig, hogy szükségesek országosan elegendő munkahely, ahol el tudnak helyezkedni, tehát a gyerekpszichiátriának a fejlesztése is szükséges országosan. Emellett komoly gondot jelent az alacsony fizetés is. Nem ritka, hogy egy frissen végzett gyermekpszichiáter azonnal külföldön kezd el dolgozni. Én még mindig azért kapok nem pályám elején, hanem közepén levő gyerekpszichiáterként rendszeresen az e-mailemre megkereséseket a világ más részéről, hát egész más fizetésekkel és kondíciókkal, minden, ami itthon adódik. Az országban egyébként összesen 46 praktizáló gyermekpszichiáter dolgozik.